Sziasztok! Nagy a felvétel! Réparetek, magyaró! Megnézzük a csarnokot, és most nem engem fogtok látni a vlogban, hanem megyünk így előre. Megnézzük, hogy milyen lett az új nyugati csarnok. Tömegfelvétel, mert sokan vannak. Hát így jártunk, itt a kis vonat, ami nagy. Nézzük, hogy milyen lett. Hát... szépnek szép. Majd kíváncsiak leszünk, hogy itt fog-e esni az eső, ha esik az eső. Hát reméljük, hogy nem. Itt ilyen vezetősávokat, meg ezeket is csináltak a látássérülteknek. Állítólag valami aktív, vagy mi van benne, valami szenzor, vagy én nem tudom. Vagy csak valami hangzatos nevet találtak ki neki. Hát itt még a bizonyos helységek itt úgy látszik nem készültek el. Egyébként azt a kérdést tettem fel, de egyelőre nem kaptam rá választ, hogy lesz-e utasellátó, illetve újságos stand. Hát... egyelőre semmi nincs, mindenesetre a csarnok elkészült, tehát a vágányok és az utasforgalmi létesítmények, a peronok használhatók. Hát a többit majd meglátjuk, úgyhogy most körbe megyünk teljesen. Aztán majd egy vonattal később megyek, mert a gyorsított az most ment el. Na. Amúgy pont rossz oldalra érkeztem, csak hát a megújult futár nem jelezte a trolit, ezért metrópótlóval jöttem, és közben megjött volna a troli, mert akkor nem kellett volna oda-vissza sétálni. Hát itt még ugye itt voltak ilyen utasellátók, de ide még nem létesült semmi, meg az oldalsó helyiségekben sem. Új kijelzők vannak. Ez a újabban megszokott kék-zöld kijelző. Ilyen ledes. Ott a szegedi. Ezek szerint a technológia visszaállt a régire. Ott áll a szegedi vonat. És akkor ide meg. Majd jön az Intercity, a nyíregyi, illetve hát itt most kör Intercity. Na hát itt sem létesült még semmi. Azért elmegyünk a csarnok végéig. Szépnek szép lett, ez tény. Az ivókút az pont középen van, de én nem annyira arra vagyok kíváncsi, hanem sokkal inkább, hogy itt a mi létesül, de nagyon úgy néz ki, hogy egyelőre semmi. De hát minden bizonnyal lesz valami ezekben a helyiségekben. Nem üresen fog állni egy ilyen forgalmas helyen. Aztán, hogy ezek üzemi dolgok lesznek, vagy lesznek valamilyen utaskiszolgáló, mint például utasellátó, ami nekem nagyon jól jönne. Bár mondjuk sört tudok venni hazafelé a dohányboltban is. De viszont szendvics, meg ilyenek, meg mondjuk reggeli, meg ilyesmi, az lehet, hogy jól jönne. No. Nem akarom az embereket mutatni, ezért most inkább a szegedi fülkéskocsit mutatom. És akkor lassan körbe is érünk. Hát egyelőre itt sem létesült semmi, és itt pedig már az átjárónál, az aluljárónál vagyunk, és itt már szélzaj ellen is védekezni kell, úgyhogy most már kijövök ide a csarnok végére, nézünk egy ilyen körpanorámát, aztán túl sok érdekesség nincs, ugye ott áll a
egy gép, egy Cilia 13-on, ott meg egy Flirt. És akkor mára ennyi a történet. Elkészült itt is az aszfaltozás, amint pár napja méltatlankodtunk. Hát akkor köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy megnéztétek. Sziasztok! Csüssz!